Kedves közönségünk, szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának élő folyóirat estjén. Ez az 5. évfolyam 3. száma, ahogy mondjuk, ha egy folyóiratról beszélünk, és ez a ünnepi könyvhét határon túli szerzőinek a bemutatkozása, arra teremt lehetőséget ez a mai est. Itt most körünkben itt vannak a kedves vendégeink, Bata János Horgosról, az Aracs folyóirat főszerkesztője, költő, és a könyve szintén verses könyv, amit ma bemutatunk. Itt van Szegedi Szabó Béla, akinek 2 könyve is megjelenik erre a könyvhétre, egy mesekönyv és egy verses könyv, és itt van Széki Sós János, akinek a novellás könyvét szeretnénk ezen a könyvhetet megelőző alkalommal bemutatni. A mai esténk házigazdája Erős Kinga irodalomtörténész, József Attila díjas irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség titkára is egyben, és ő fogja majd a beszélgetéseket vezetni, és fogja össze házigazdaként az egész programot. Hadd köszöntsem itt a körünkben Talján Marian színművészt és Lux Ádám, József Attila Jászai Mari díjas színművészt, és a zenei közreműködőinket, Major Robert gitárművészt és zeneszerzőt, és Csonka Boglárkát énekest, és klarinét és citera művészt, a Magyar Zeneakadémia hallgatóját. Hát akkor azt hiszem mindent elmondtam, felkérem most estünk vendégeit, először Erős Kinga háziasszony szerepében, felkérem Bata János, Szegedi Szabó Bélát, Széki Sós János, foglaljanak helyet ennél az asztalnál, és a program szerint az ővelük folytatott beszélgetések is itt történnek majd, és hát a művekből is hallunk majd a két előadó művészünk interpretációjában ízelítőt a könyvekből, és mint ahogy szó volt róla, a könyveket itt kedvezményesen meg is vásárolhatják. Én javaslom, igen, hogy tegyük az kamerák számára is láthatóvá ezeket a könyveket, és akkor el is kezdhetjük az estet. Átadom azt a szót és a mikrofont Erős Kingának. Szeretettel köszöntök én is mindenkit az élő folyóirat esten, és bár szűken, de hála Istennek a világháló jóvoltából reméljük, hogy egyre nagyobb nézettséggel, utólagos nézettséggel fog ez az estünk szépen megvalósulni. Nagyon nagy öröm számomra mindig az, amikor a határon túli alkotókat mutathatok be. Annál is inkább, mert úgy érzem, hogy oda kell figyelnünk azokra a műalkotásokra, azokra a könyvekre, amelyek az anyaországon kívül születnek, hiszen ezek a közös kultúránkat, identitásunkat erősítik, és egyszerűen jó, hogy eljutnak hozzánk, és kaphatóak nálunk, mi több az asztalon szereplő több kötet is magyarországi kiadónál jelent meg, és van, amelyik ugye határon túl. Én arra szeretném kérni az esten közreműködő színművészeket, hogy olvassák föl nekünk Bata Jánosnak az írásait, és ahogy megismerjük ezeket az írásokat, hogy sokkal könnyebben fogunk majd tudni beszélgetni. Jankó Laura előszava. A végvári vitéz 7 napja. A 7 első napján a vitéz Magyar Kanizsának fordul, és meghallgatja a fejetlen keresztelő, az összezúzott arcú anya, a lefejezett Krisztus kórusba mondott 7 szavát, hogy ember segíteni csak a szenvedő Isten tud. Akár a hiszek egyet vallja hitét, nem csak kedden, napjában meg annyiszor.
azok helyett is, akik világgá futottak, hogy itt, a Duna és a Tisza között van a hazám. Mint jó asszony combja ölel a két folyó, és rejt majd magába földje, mint jó asszony öle. De miféle élettelen út vezet az anyaföldbe? Szerdán például nem kell fel egyformán mindenkire a nap. A vitézeket szégyenbe öltöztetik. A vitézek mások helyett felveszik a szégyent. Vukovár fölszabadítására hajtják őket, elégetni a hullákat és földbe szántani. Kiket? A hullákat? A szenteket. Olyan korban él a vitéz, amikor az embernek nagy kereszt a születése. Nem csak a tető roskadozik, alapjaiban rendült meg hazája. Csütörtök este új szövetséget kötött vele az Isten azon a dombon, mely még a török előtt került az út mentére. Aki a pénteket kitalálta, annak a szíve nem volt a helyén. Ahol nincsen, onnan Isten sem vehet el. Pénteken a vitéz Assisi Szent Ferenccel bőjtöl, átbőjtöl minden magyar eget kifosztó háborút. Másnap a bánsági tájon pelikánmadár kering a vasmadarak között. A hét utolsó napja ez, midőn a nyomorúság felett szükséges zsoltározni, de éppen csak annyira, hogy a virrasztó ének ébren tartsa a nyomort okozókat. És eljön a szent nap, amikor öregasszonyok bizonytalan járásában a halottak földre szállnak, emberek közé térdelnek. A mise végén a templom falait elgördítik, és a követőket a világosságra vezetik. Emlékezés, megemlékezés. De ne csúfíts a szépítés, mondjuk ki, gyászviselése gondolati líra, poézis. A gyász sírkertjében nincs emlékkereszt, sem kopjafa, csak halott szaggal balzsamozott kert. Szivárványos elmúlás. A lehajtott fejek között egy vitéz, ki azt kérdezi magában, mit ér az ember. És tud is ráfelelni. Időnként erre kényszerül. Most ebbe a kötetbe, versbe szedve. Bata János, a tárgyak még őrzik kezet nyomát. Önnön csontvázaik újra a fák, a délutáni félhomály mindent magába zár. Tétóva tompán öregasszonyok bizonytalan járásában keresem őt, ki bennem még szól. Hangját hallom, arcát látom, és illata ott van a széken, a konyhában, ahol esténként egyre inkább magába fordulva üldögélt és várt. Mert az ő sorsa a várakozás, a beteljesületlen várakozás. Úgy ment el, hogy számára a háború véget soha nem ér. A szenvedés, a százezrek szenvedése lüktetett koponyájában, minden remény nélkül, reményvesztettem ment el, mert sorsa a vesztés. Kemény hideg szelek fújnak. A fák önnön csontvázaik újra, a szürkület, az ereszkedő este kigyúló csillagok fényét ígéri. A fiastyúkét, amit kisfiúként tőle tanultam egy téli éjszakán, beleborzadva a végtelenbe. Az égen most a kaszás az úr, és szolgálja talán még most is csontos hátát a kéménynek támasztva a padláson ül. Az égen a csillagok között most a kaszás az úr. Reményvesztett várakozásba merültem ment el. Akkor, amikor a fák önnön csontvázuk virágszirommal borítják.
Bata János, minden szentek. Látom meghalni a kertet, s benne a mandulafát, a mogyorót és a medgyet. Sárga virágok csokra a kerítés mellé dobva. A szirmok között még apró bogarak, férgek keresnének a fagy elől menedéket. A köt közé vér vegyül, ártatlanok kiontott vére. A szitáló esőben egyetlen oltalmad, gyermeked igaz ölelése. Csak elmondani szeretném. Nem kegyelmet kérek, mert tudom, tőletek úgysem kapok. Csak elmondani szeretném. Ha innen elűztök, többé már nem lesz otthonom. Az otthonom ez a megkopott táj, a kiskaszáló, a park és a kiserdei fák. Nektek, tudom, újabb meghódított területnél többet nem jelent. Itt nincsenek hegyek, szurdokok, csak a síg. És valahol, nagyon-nagyon messze az ív, ahol a föld az éghez ér. Nincs semmi, csak szántók és mezők. Egy-két dombocska sárga, csenevész hűvel borítva. Nincs semmi. De mégis, minden itt van, ami az enyém. A gyerekkor, a téli ünnepek szobamelege, az iskola és a vakáció. Kutyám és a kamrába fészkelő fecskék, a göncöl hét csillaga és a ház fölött a tejút. Nincs semmi, csak megperzselt fű, az udvarban egy diófa, és emberek, egyre kevesebben, kiknek minden szavát értem. Ők is hozzám tartoznak, én is hozzájuk tartozom, és ha innen elűztök, még gyökértelenebbül hánykódom ebben a megbojdult világban. Nem csak haza, de már otthon nélkül is. Mert otthona csak egy van az embernek, ahogy anyanyelve, szülei és népe. Gyökeret verni, tudom, lehet, s ha kényszer hozza, kell is másutt a világban. De ha innen elűztök, többé már nem lesz otthonom. Bata János, melléd ülnék. Melléd ülnék, szegény árva Gyóni Géza. A többre nem is, csak egy éjszakára, hogy egy kortybor meg egy falat kenyér mellett feledjük a pártoskodókat, a vitézkedőket. Tarisznyámban összekotornám a maradék morzsát, szalonna bőrét és egy félfej vörös hagymát. A többre nem is, csak egy éjszakára. Melléd ülnék, szegény árva Gyóni Géza, hogy elmondjam neked, már nem csak a tető a roskatag, hanem alapjaiban rendült meg a haza. És mégis vannak, kik a szálkát keresik, pedig a gerendák recsenése az égig hajlik. Csak egy éjszakára felednénk az árulást. A nyitva felejtett ajtón szélrohangál. Melléd ülnék, szegény árva Gyóni Géza, hogy veled osszam meg az utolsó lyukas garast, mert az uzsorások miatt nekünk csak ennyi maradt. Egy éjszakára, csak erre az egyre talán ez is elég. A többi úgyis mindegy már, hisz légörvényben forgunk, mint falevél. Fölöttünk elborult a csillagos ég, alattunk a föld mocsaras, bűzlő ingoványba vész. Melléd ülnék, szegény árva Gyóni Géza, mert együtt talán könnyebb lenne elűzni a hitetleneket és az üzérkedőket, elűzni őket csak egy éjszakára el a hazából, őket, kiknek mammon az egyetlen istene, mert ellopnak tőlünk mindent, a földet, a vizet, a lelkeket.
tomboló förgetek söpört ki a hitetlen üzérkedőket. Melléd ülnék szegény árva Gyóni Géza, mert ketten könnyebben győznénk a csahos nyelvvel haza szeretők fölött, kik elhazudják a sintér gödörbe lőtt, összedrótozott hullák megcsonkított, meggyalázott áldozatát. Sírva kiáltanám, Istenem, ne többet! Egyetlen éjszakára, csak egyetlen éjszakára könnyítsd meg szenvedésüket. Ülnék melléd, szegény árva Gyóni Géza, hát ha egy éjszakára feledném a jaj kiáltásokat, a fölperzselt földet, a megégett embereket, a földgyújtott szárkúpok fölött keringő füst lelkeket. Ködbe vész a föld, az akna gránát szaggatta mezők. Csak egyetlen éjszakára élnék át ők, a csahos nyelvvel hazaszeretők, ezt a tömérdek kint. Melléd ülnék, szegény árva Gyóni Géza, a többre nem is, csak egy éjszakára, hogy egy kortybor meg egy falat kenyér mellett feledjük a szenvedéseket. Tarisznyámban összekotornám a maradék morzsát, szalonna bőrét és egy fél fej vörös hagymát. A többre nem is, csak egy éjszakára. Nehéz megszólalni egy ilyen vers után, de most meg fogjuk tenni. Úgyhogy ha kézbe vesszük a könyvet, a Megkopott táj című könyvet, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon szép, kivitelében nagyon szép könyvet tartottunk a kezünkbe, gyönyörű illusztrációkkal is. És ennek a könyvnek vezér motivuma számomra egyrészt a kert, másrészt pedig a gyermek. Ahogy megjelenik ebben a könyvben, ez a két motívum engem nagyon megfogott ezekben a versekben. Másrészt, amit még tudnunk kell erről a könyvről, és fontos megemlítenünk, az, hogy ezek válogatott versek, a versek 1983 és 2018 között keletkeztek. De nyilvánvaló, hogy ez egy áttekintés, egy válogatás. Érdekelne engem az is, hogy mik voltak a válogatásnak a szempontjai, szerzői válogatás, vagy esetleg szerkesztői válogatás. Talán ez lenne az első kérdés, hogy milyen súlypontok mellett, és egyáltalán, hogy ezt a gyermek és a kert motivumát én jól látom-e. Köszönöm szépen mindenek előtt, köszönöm a lehetőséget, hogy itt látok. Köszönöm szépen Mezei Katalinnak, hogy lehetővé tette azt, hogy itt megmutassuk a Kopott tájat, és nagyon szépen köszönöm a művész hölgynek és úrnak, mert nagyon nehéz megszólalnom nekem is ezek után, de meg kell szólalni. Jól látja a szerkesztőasszony, valóban a kert és a gyermek az egy fő motivum ennek a válogatásnak. Hát én faluhelyen élek, kertben, kertes házban, és hát nehezen tudnám elképzelni az életemet máshol. A gyermek pedig hát az a valaki, aki volt, és hát aztán mindig bennünk is él. Reméljük, hogy továbbra is megmarad bennünk az a gyermek, aki még őszinte volt, aki úgy látta a világot, ahogy annak idején látta. Azt írja az egyik versében, idézem, hogy a mindennapok félelmeiből egy kisfiú tekintete vezethet ki. Vagyis a vers, ha jól értem, akkor ezt a kisfiút, aki bennünk lakik valahol mélyen, ezt segíti előbújni, hogy az író számára és az olvasó számára, aztán fölfoghatjuk a verset, vagy a költészetet egy olyan kisfiúnak, aki kivezet bennünket a mindennapok félelmeiből, szorongásaiból? Hát talán úgy fogalmaznám ezt meg, hogy azzal a hittel kéne látnunk ezt a világot, ahogy egy kisfiú látja, azzal az őszinteséggel, azzal a bizalommal, és hát ez viszont már rég nincs, de az egyetlen kivezető út annak a kisfiúnak a bizakodó tekintete, a hite, ami
ami még valamikor megvolt. Én nagyon ajánlom önöknek ezt a könyvet. Bevallom őszintén, hogy a saját kapkodásomba én tegnap olvastam végig ezeket a verseket, és egyszerűen felemelő volt számomra ez a versbeszéd, amely jellemzi Batta János költészetét, az a szemléletmód, és ez a rendkívüli természetesség, ahogy a verset formailag is kezeli, és az a hiteles hang, ahogy tulajdonképpen a közös nagy szorongásainkat megfogalmazza. Hogy nehéz ezekről a témákról beszélni, és Jankó Laurának az előszava is nagyon precízen rámutatott ennek a versvilágnak az összetettségére, az irányára. Azért mégis egy kicsit az alkotói műhelyre is kíváncsiak vagyunk mindannyian egy ilyen helyzetben, úgyhogy muszáj, hogy erről is faggassam, hogy ez egy válogatás. Nyilván nem annyira a munka módszere vagyok kíváncsi, nyilván, hogy inspirálja a környezete, de arra, hogy milyen tervei vannak. Egy válogatáskönyv után a költő vesz egy nagyobb lélegzetet, és tovább terveket sző, vagy elkezd alkotni, vagy pedig hátradől és azt mondja, hogy na most egy kicsit megpihenek ennek a könyvnek a szépségében. Hát pihenésről szó sincs. Helyes. Azért nincs szó, mert elhangzott itt a fölvezetőben, hogy folyóiratot szerkeztek, az Aracsot, a Délvidéki Magyarság közéleti folyóiratát, és hát ezt a munkát egymagam nem tudnám elvégezni, de azt is el kell mondani, hogy nagyon kevesen vagyunk, akik a szerkesztésben részt veszünk, tehát rengeteg a tennivaló, nagyon sok a munka, a kártyainkat művelni kell. A versválogatásra visszatérve, vagy arról, hát talán annyit mondanék el, hogy úgy éreztem, hogy itt az életút felén jóval túl talán össze lehetne gyűjteni azokat a verseket, amelyek az elmúlt 3,5 évtizedben megjelentek különböző folyóiratokban. És hát ez volt az apropója ennek, hogy most lesz-e folytatása, hát ez nagy kérdés, de ahogy az előbb említettem, nagyon-nagyon sok időnket, meg nekem személyesen nagyon sok időmet és energiámat elveszi a folyóirat körüli teendők végzése. Azt is még el kell mondani, hogy ha már a műhelyi munkáról volt szó, vagy arról, aki egy ilyen könyvet összeállít, hogy hát én főállásban általános iskolai tanár vagyok, tehát nekem naponta be kell mennem tanítani a felsős diákjaimat. Milyen szerencsések, hogy költözanárjuk van. De ez egy kicsit skizofrén helyzet, a költészetről nincsen szó az iskolában. Az is egy másik valami az életben. De ez azt jelenti, hogy naponta be kell menni, megtartani az órákat, hazamenni, ellátni a ház körüli teendőket, a bevásárlást, és hát aztán jön az Aracs, meg még minden más, ami ide tartozik. Én csak azzal biztatnám végszónak, hogy írjon nekünk verseket, mert az ön verseit csak ön fogja tudni megírni a számunkra, és sokan tapasztaljuk azt szerkesztőként, hogy bizony a közösségi munka az pont az alkotó időt veszi el, úgyhogy higgye, hogy nincs egyedül ebben a helyzetben, ezekben a mindennapokban, viszont ez a válogatás bennem pont azt az olvasói igényt érlelte meg, hogy nagyon kíváncsian és nagyon örömmel forgatnék majd egy újabb, új verseket tartalmazó kötetet. Nagyon ajánlom a figyelmükbe a Megkopott táj című könyvet, és köszönöm szépen Batta Jánosnak, hogy itt volt köztünk. És most pedig arra szeretném kérni muzsikus barátainkat, hogy délvidéki zenét játszanak nekünk. Kislaposom, nagylaposom, juhászlegény, jajgat nagyon. Komiszáros veri őtet, de sajnálom szegényeket. Iszik a betyár a csapon, sír a kislány az ablakon.
ne sír, kislány, olyan nagyon, nem ütik a betyárt agyon. Esteledik, alkonyodik, a számadó káromkodik, de nem hiába káromkodik, mind a három bojtár iszik. Egyik iszik cserepesbe, a másik a zsindelesbe, a harmadik a morgóba, gulyaménes kótorgóba. Kurta farkú fecske, becskai menye, köszönjük szépen a szép muzsikát, és most pedig megkérem színművészeinket, hogy olvassanak föl Szegedi Szabó Béla műveiből. Szegedi Szabó Béla, Hangya befőtt. Hatodik mese, amelyben Kortó döntést hoz, majd nevet ad a hangyásznak. Porhó egyetlen vitorlása odalen pihent a holdfényes öbölben. Kortó lázasan tekingetett, hol jobbra, hol balra.
Egy perce volt rá, hogy döntsön. Ébresztő, suttogta, majd bal kezével megrázta az állatot. Kész a terv! A hangyász kidugta banánforma fejét a homokból, de ismét tüsszentenie kellett az orrát bizsergető illatos rozmaring ágaktól. Kortó két kézzel átfogta az ormányt, szorította, megvárta, amíg az életveszélyt rejtő inger magától elmúlik. A befőttjét eszeveszett makacsággal szorongató állat pislogva nézett. Még fel sem ocsúdott, de a következő pillanatban már Kortó vállán hevert, akár egy jókora lisztes zsák, és haladtak lefelé az ösvényen. Borhó fölött ragyogtak a csillagok, a hold hófehér cukrot szórt a házak tetejére. Borhó, te tejfehér álom, suttogta Kortó. Gyerekkora jutott eszébe, a legdrágább emlékek, amikor még házi lepénynek képzelte a szigetet, amelynek domborulatai, mélyedései vannak, sültebb és puhább részei, ahol a tenger a tejföl, és a homok a friss sajtreszelék. Mit nézel olyan nagyon, Kortó? Kérdezte halkan az ormányos. Nézem, nehogy elfelejtsek bármit is, ha el kell hagynom a szigetem. Mert emlékezni szeretnék a legkisebb kormos cickányra is, aki valaha itt kaparászott. Mert drága nekem itt minden hajszál és sirálytoll. Miért akarsz megmenteni? Nézett rá a hangyász. A tenger hullámai súgják, válaszolt a Kortó. Ha a tervem sikerül, és a világot járt tudós Priglic is velünk jön, akkor mindannyian megmenekülhetünk. Ki az az izé? Hogy mondtad, Priglic? A haja ősz, de elméje, mint a sasé. A távolban sirály víjogott, de reket kiáltozása elhalt a tenger zúgásában. Kortó megdörzsölte a szemét, hogy jobban lásson. Minden erejére szüksége volt. Látod ott azt a messzi sziklát? Ott rejtőzik a hajónk, mondta a hangyásznak. Várj meg itt, mindjárt jövök. Hé, Loyola, el ne mozdulj! Hozzám beszélsz, csodálkozott a meglepett állatka. Loyola, csak nem engem hívsz így. Nem mindegy, dohogott a pap. Veszélyben vagy. Mától fogva ez a neved. Loyola. Jobb nem jutott eszedbe? Most mennem kell, hallod? Loyola, rázta meg Kortó a hangyászt. Ó, igen. A papot hirtelen elnyelte a sötét, a hangyász pedig felmászott egy sziklára, hogy biztonságban érezhesse magát, hiszen a fövenyen váltott műszakban tarisznyarákok közlekedtek. És akkor az egyik vörös bajszúrák hirtelen megállott a kőszikla előtt. Kedves barátom, kezdte a golyóbis szemű, hátrafelé araszolgatva. A mi létünk is örök vándorlás, ahogy egy nagy és okos író mondta vala. Hol találhatnám én azt az okos írót? Érdeklődött a hangyász. Ha nem tudnád, az írók és költők mind fura lények. Kissé hasonlatosak a mindenhová besurranó angyalokhoz. Amíg a földön laknak, addig csak fölfele bámulnak. Ezért, ha jobban megfigyeled őket, a nyakuk görbe, és kissé oldalra hajtva hordják nehéz fejüket. Szegedi Szabó Béla, Rembrandt. Távol a történelemtől, boldogságtól és boldogtalanságtól, templomtól és akasztófától, távol attól az örök illúziótól, hogy a tények, ez a valóságnak nevezett valami, és az érzelmek bármit is számítanának. Ez a felismerés szüli azt a láthatatlan fényt, amely rádiumként sugározza körbe az érett formákat. Már csak a hús marad, ez a rozog a kitimpáncél, s némi szorongás árnyék foltja. Minden már befelé húz.
Minden a sötétlő, szőlőbogyú szem köré épül, koncentrálódik, forr, hidegen. Mahler. Néha úgy érzem, nem is jártam sehol, sehol a világban, talán a földön sem. Ha egyszer bizonyítanom kell majd, igen nagy bajba kerülök. Se Pest, se Bécs, se New York, se Kalisztye, se Jihlava nem jelentenek semmit. Egyedül a katonazenekarokat imádtam. Van bennük valami végtelenül bizarr, akárha egy angyal emlékére szólna a harsány muzsika. Ellentétben a szent kép ábrázolásokkal én mindig soványnak és szőkének láttam az angyalokat. Egyszer a szomszédomban lakott egy tejhordó lány. Bádogból volt a teste. Együtt zörgött a kannájával. Valódi zene. Hajlítható ezüst. Mennyei hegedű szó. Kezdjük a komolyabbal, és haladjunk a még komolyabb felé. Hogy kerül Mahler Szabadkára? Ugye ennek a verses kötetnek ez egy fajsúlyos darabja, és hogyan körvonalozott ennek a megírása? Ez egy színdarab, tulajdonképpen ezt érdemes tudni. És ugye a karmester... Dramolett, ahogy ma írja. Abszurd dramolett, igen. A karmesterek mindig más városokba vonultak ugye karmesterkedni, és valahogy elképzeltem azt, hogy mi van, ha Mahler egyszer megfordul Szabadkán, ugye Budapesten járt, innen el is üldözték valamilyen módon, és aztán belehelyeztem ebbe a vajdasági tájba, ugye vajdasági szereplőt is választottam hozzá, Szenteleki Kornélt, aki egy helyben hajtja ott a bicikliét, és összehoztam olyan figurákat, egy ilyen fiktív térben és időben, ahol ők tulajdonképpen ilyen dialógusokat folytatnak és vitatkoznak egymással, és ez egy ilyen rövid színdarabbá íródott, ami díjat is nyert, azt hiszem Szabadkán, egy felolvasó színházi esten, és úgy éreztem, hogy az egyik zsűritag azt mondta, hogy ez lehetne egy végtelenített, hosszú, szabad vers is tulajdonképpen, és én úgy éreztem, hogy beleférne ebbe a, tulajdonképpen ez verses kötet, de mégis a darab teszi ki a felét. Úgyhogy ilyen különleges szereplői vannak ennek. Nem lehet tudni, milyen időben, milyen térben, de mégis halad valami felé a cselekmény, tehát nem egy posztdramatikus dráma, hanem tényleg a végén van egy végkifejlet, hogy így mondjam. Ahogy mondtam, a komolytól haladunk a még komolyabb felé, és erről a meseregényről kéne most beszélnünk. Annál is inkább, mert nem tudom, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak a kortárs gyerekirodalommal. Nekem nem túl jók, bevallom őszintén. Nagyon nehéz az embernek olyan könyvet választani a gyermeke számára, amely nem bárgyú, megfelelően illusztrált, nem gügyög, nem gagyog, és ne adj Isten, olyan összetett mondatok vannak benne, amelyek túlmutatnak az öncélú gügyügésem. Na most számomra mindig egy ünnep, amikor egy olyan verses könyv, vagy mesekönyv, vagy gyerekeknek szánt szép irodalmi alkotás kerül a kezembe, ami élesen szembe megy ezzel a trenddel. Én úgy érzem, hogy a hangya befőtt abszolút ez a kategória, és arra lennék kíváncsi, hogy hogy jött az ötlet. Esetleg van gyerek inspiráló a háttérbe, vagy pedig érezte ön is ennek azt a rést a pajzson, hogy fogalmazzak így, hogy igenis ennek van létjogosultsága. Másrészt pedig, és most tudom, hogy nagyon sok kérdést tettem fel egyszerre, másrészt pedig ez az egész varázslatos világ, ez a amiben a mese játszódik, ugye, ez a porhó tulajdonképpen valahogy egy kicsit számomra azt is jelenti, hogy ez ilyen lehetne az a világ, ahol jó lenne lennünk. Igen, tehát a maga mondja befőtt regény egy szigeten kezdődik, egy paradicsomi sziget a fő víziója. Azt hiszem, hogy mindenkinek van ilyen belső víziója, látomása, vágyakozása, hogy saját szigete legyen, ahogy Tolnai Attó egyszer írta egy szabad versében, hogy Marlon Brando már gyerekkorában eldöntötte, hogy saját szigete lesz, és tényleg lett is neki. Ugye mi költők ezt nem tudjuk megcsinálni,
Tehát ebből a szigetvízióból, toposzból indult ki ez a meseregény. Az ártatlanságnak, jámborságnak egyfajta tere volt ez számomra, és ebből indult a költészet felől a kaland regény felé, és ott a kettőt próbáltam ötvözni mindvégig. Igen, éreztem egy ilyesfajta részt a gyerekirodalomba, és meg is tapasztaltam a visszajelzéseknél, egy-két szerkesztő így beleolvasott, és ők azt mondták, hogy hát ez nem tudni, hogy milyen korosztálynak szól, és hogy le kéne butítani egy kicsit, tehát hogy ilyen 6 éveseknek, 5 éveseknek kicsit ilyen gügyögni kellene, ahogy te mondtad, és mondtam, hogy nem, ezt én nem szeretném. És keményen kitartottam emellett, és akkor nagyszerű megtaláltam a Magyar Napló kiadót, akinek köszönöm szépen, mert tényleg egy csodálatos könyv lett belőle, nagyon szép, és az illusztrátor pedig szerintem fantasztikus, a Bányai Anna. És műhely titkot még árulj el gyerekeken, hogy tesztelted? Egy színházrendező barátom és egy másik munkatársam otthon olvasta 8-10 éves gyerekeknek, és azt mondták így, azt mondta, hogy igen, igen, élvezték. Most nem tudom, hogy olvasva mennyire nehéz ez a szöveg, de szerintem nem kell manapság már annyira lenézni a gyerekeket. De halván ezt a szöveget, van egy ritmusa, van benne költészet, és van benne kaland is. Tehát nagyon jó van ötvözve ez a kettősség, szerintem is legalábbis úgy tűnik. De majd ősztől meglátjuk, hogy milyen sikere lesz. Én bízom benne, hogy nagy sikere lesz, mert hogy ilyen fajta gyerekirodalomra van igazán szükségünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma este velünk, és megkérem most muzsikus barátainkat, hogy szintén délvidéki zenével folytassuk, és azért azt mondjuk el feltétlenül, hogy ezek a könyvek a Vörösmarty tér helyett a Dunakorzon a könyvhéten megvásárolhatóak, és aztán persze a könyváruházakban is hozzáférhetőek, úgyhogy most hallgassuk a muzsikusokat. Révészek, révészek, jó szívű legényem, vigyeltek át az Dunán. Uramtól maradott 3 falka göböly, azt is néktek adom. Nem lehet asszonyom galambó, mert nagy zaj mén az Dunán.
veletek át az Dunán. Uramtól maradott lányom néktek adott, csak vigyetek az Dunán. Nem lehet nagy zaj, mint az szépen. Most pedig megkérem Talián Mariant, hogy olvasson föl nekünk Széki Sós János könyvéből. A széki embernek már azért is ráütöttek a körmére, ha fejében motoszkálni hagyta a széltében való terjeszkedés vágyát. Ha másként nem tehetett, hát felfelé türemkedett, mint az árnyékos helyre ültetett fa, hogy napfényhez jusson. Valószínű, hogy nem hallott Íj és Gyuláról, nem tőle tudta. Naponta a bőre elevennyén érezte, a haza a magasban van. Tán még a jóisten is valamicskével lennebb lakik annál. Büszkén hordott viselete, tartása, ősi szokás szerinti cselekedetei előnyére váltak. Igaz, akkoriban csak a kapustetőn belül. Otthon. Aki tudott róluk, látogatta, olykor fotografálta, gyűjtötte őket. És nem csak telefilmtekercsekkel távozott tőlük, sok mást is kapott útra valóul. Önzetlen szeretetet, a példásan működő rendből leckét. Vastag falú pohárból gyöngyöző jókedv cseppeket. És ott tartózkodása alatt a ház kulcsát. Ismeretlenül. Ezen el is csodálkozott kissé. Buta jóhiszeműségnek vélte. Vendéglátója hajnalban otthagyta őt a ki nem mondott vélekedésével és a hideg házkulccsal együtt. Sietve vállára vette a kincskereső lapátot, csákányt, a nagy utcán már várta a poros doba, munkásokat szállító deszkabód és teherautó. Mennie kellett a sántérre, építőtelepre. Pénz kellett a sok szép ruhára, kelengyére, a nagyobbik lány már a konfirmálók vacsorában énekli a zsoltárt, és Szent Bertalan napján református hitéről tesz tanúbizonyságot. A délutáni úrvacsoraosztást követően felszakasztja a nagy hetet, és attól fogva a nagyok táncára jár. Megbonthatatlan egységük a kaputetőn túl, olykor hátrányukra válik. Az esti hazatérésig szótlanul tűrték a csúfolódást. Válaszképpen a szerszámnyelét markolták, kicsit erősebben. A többségiekből nem elismerést, inkább bosszúállásra sarkaló irigységet váltott ki a széki bozgorok összetartása,
szorgalma, példátlan munkabírása. A derék férfiak a tikkasztó hőségben is szorosra gombolt ingújjal, kék lájbival a hátukon, széki kalappal a fejükön dolgoztak, mondván, gyenge az a juh, amelyik nem bírja a gyapját. Napnyugta előtt hazaérkezvén dologidőben, ami a kapálástól a betakarításig tartott, gyűrött cédula várta őket a konyhaasztalon, amelyen az asszony távirati stílusban fogalmazott üzenete állt. Berek hátra mentünk a lányommal kapálni. Mi tagadás? Néha az is megesett, többnyire előleg vagy fizetésosztás napján, hogy kapa helyett inkább plajbászt ragadott a férj. Kocsmába mentünk a vejemmel inni. Írta a papír üresen maradt oldalára. Emlékeim mindig vasárnapi köntösben kelnek útra, miként az a kislány az illatos mező virágszőnyegén. A hegyi esztenára tart apjához, aki juhászbottyára támaszkodva már az előhágon való felbukkanása óta kémleli őt. S ha megérkezik, egy bogja, omlós, vadmézes kapros ordás palacsintát süt neki. Olyat, hogy még az a nadrágos idegen fotográfus is megnyalja utána mind a 10 ujját. Széki Sós János, a Vándorforrás vidékéről. A Vándorforrás földje szikes. Egyszerre köti és taszítja lakóit. Esős évszakban utcái mélyen átáznak, amitől a sár is barátságos lesz, akár a széki ember. Vetés előtt a sovány dombukról le kell hordani a követ. Vállon, mert oda sem istennek, sem embernek állata gépe fel nem kapaszkodik. A hűséges feleség az égen. Délben ebédet visz a férjének, s ahogy lépdel a sárga földön, ura úgy látja, mintha a süppedő részpatkók nyomában piros tulipánok nyílnának. Szeretnivaló asszonyának még a járása is káprázatba ejti. Felocsúdván énekelni kezd. Egy napon a jobb élet reményétől fűtve hátára akasztja zsákvászon tarisznyáját, és a falu felett őrködő szőlőhegyen át Boncida felé veszi útját, végig a Zsukipadon, egyenesen neki Kolozsvárnak, hogy erejét és szorgalmát valamelyik hóstáti földésznél kamatoztassa tovább, akitől pénzre és tudásra tehet szert. A kopár hegytetőről még egyszer visszanéz, s megígéri a vele farkas szemet néző székvárosi sudártoronynak, hogy nem örökre távozik. A szerencsét próbálok néhány éven belül valóban hazatértek. Tarisznyájukban néhány holt föld ára, fejükben sok hasznos tudnivaló lapult. Szántottak, vetettek, táncoltak, utódokat nemzettek tovább. 1896 előtti őseik még közbirtokossági területet műveltek, amelynek javaiból egyenlő arányban részesült a falu minden lakója. De a munkából is. A földdel való gondoskodást sohasem nevezték bajlódásnak. Még nem feledték őseik régmúltban megélt históriáit. A rend gyökerei a mélyben kapaszkodtak. Volt idő, amikor szék közösségi életének időbeli folyása is szigorú keretek közé volt szorítva. 40 egyezményes jeles nap határozta meg a közbirtokok használatát. Az erős közösséget egyben tartó abroncsokból az 1896. július 2-ai forrószegi gyűlés után kezdtek szétpattanni az elsők. Ekkor jelentette be az utcagazda, hogy fellebbezésük hiába való volt. A tagosítás elkerülhetetlen. A kolozsvári tábla nem a nép és székváros javára ítélt. A közbirtokossági időkből eredeztethető a máig példátlan összetartásuk, egymás segítségére való fogékonyságuk. A rangutáni kapaszkodás, a faluszája fegyelmezettséget ad a közösségnek, olyan életminőséget, amely a legszegényebb réteget is ösztönzi a szebbre, többre, ezáltal távol tartva őt
az önpusztító beletörődéstől. Egész életüket a rend erős szálai hálózzák be. Tudják, csak együtt lehetnek erősek. Fenn a templomdombon öreg harang kondul, ma is gyűlőre hívja őket. A Vándor forrás novellás kötet. Mondhatnám azt teljesen róla, hogy a valóság talaján állva követik egymást ezek az írások, rengeteg benne az önéletrajzi, a családtörténet, sőt, szinte heted ígziglen a családtörténet, és egy nagyon fontos mondatot én kiírtam magamnak ebből a könyvből, ezt szeretném felolvasni. Úgy hangzik, hogy meggyőződésem, az egyéni sorsok ismerete nélkül nem jutunk előbbre. És ez azért gondolom, hogy rendkívül fontos, mert hogyha ezt a könyvet végigolvassa valaki, akkor csupa egyéni sorsot lehet. Tulajdonképpen egy családot, egy családnak a szűkebb környezetét, a velük megesett dolgokat olvassa, a szép irodalom eszközeivel tálalva természetesen. De valahogy ezek az egyéni sorsok közelebb visznek minket, mondhatom azt, és ezek nagy szavak, de szerintem jogosan használt nagy szavak ennél a könyvnél, hogy az egész nemzeti sorsunk megismeréséhez. És akármennyire székiek ezek a történetek, de ezek pont annyira érvényesek az anyaországra, vagy Kárpátaljára, vagy Délvidékre, vagy bárhová. Hogy született ez a könyv? És azért mondjuk el a közönségnek azt, hogy mi az a Vándorforrás. Igen, hol is kezdjem. Szék először is egy zsákfalu, Kolozsvártól olyan 60 kilométerre, és valóban nagy szerencséjük volt a székieknek azzal, hogy komoly rend övezte az egész tevékenységüket, viseletük, táncaik, népdalaik. Szóval ezért nem költöztett, próbáltak beköltöztetni román nemzetiségű, a 80-as években román nemzetiségűeket állítólag éjszaka vitték ki őket körülnézni, de senki nem akart ott maradni, amikor észrevették, hogy ott milyen rend van, mindenkinek a portája tiszta. Ha szénát vitt haza, akkor szállanként összeszedte, összesöpörte, ha egy lakodalmos menet ment végig az utcán, akkor megint ragyogott, az egész falunak ünnep volt. Szóval nem azt jelentette, hogy a kerten belül, vagy a házam előtt az az enyém, azt csinálok, valamit akarok. Tehát ezt a rendet nem szerették, és ezért nem tudták őket beköltöztetni. Szerencséjük is volt ezzel a székieknek. Ők maguk, hogy visszatérve ez a nagyon helyes, amit mondott, hogy akármilyen családra is ráillene. Székről van egyik budapesti barátom mondta, hogy Széken mindenhol ugyanaz történik, csak másképpen, de mindig ugyanaz történik, csak másképpen. Tehát én persze magamat ismerem, vagy családomat legjobban, inkább az én szőrömön keresztül próbálom megírni ezeket a dolgokat, de majd mások én is. Az az érdekes, hogy meg kiemelendő, hogy a székiek persze a faluból, főleg a lányokat nem engedték el az édesanyjuk, nem engedték el csak Kolozsvárig. A férfiakat úgy szintén csak Kolozsvárig, esetleg Kolozsvár környékére építő telepekre, mert TSZ-ben már nem akart maradni senki. Azt nem engedték meg, hogy ott zsúfságból valaki dolgoztassa őket, és azért mai napig is Széken mindenki mesterember, mert oda vettek fel legtöbb embert, ott voltak helyek. Széki lányokat meg kolozsvári értelmiségi családokhoz vitték be szolgáló lánynak. Igen ám, de azt nem úgy kell elképzelni, azok a kolozsvári értelmiségi családok akár tanítatták is a széki lányokat, színházbérletet vettek nekik azért, írja Kárnyádi, hogy mikor csütörtökön kimenős a lány, a fekete-piros
című versében. Valóban, aki arra való volt, az ki is tanítatták, és ott megtanultak mindent. Félig meddig úgy kezelték a széki lányokat, mint a saját gyereküket. Igazából nem is dolgoztatták, inkább nevelték őket. De ez fontos volt, hogy amire eljut a férhezmenésig, mindent megtanuljon, és ezért minden egyes, azért mondom, széken mindig ugyanaz történt. Ha valaki ezt elkezdte, mindenki ezt végigkövette, mert az nem jöhetett már számít, ha valaki nem ugyanazt csinálta, vagy ugyanazt nem tudja, az ott már nagy baj volt, tehát azon igazítani kellett. Szóval ezért ilyen érdekes a székről, úgy sok mindent lehetne mondani, de... De ez mind valahogy rólunk szól. Igen. Viszont a vándorforrásra még nem kaptam választ, és ezt mindenképpen említsük meg, mert szerintem azért, akik itt ülünk a teremben, kevesen tudják, hogy mi a vándorforrás. Igen, ez úgy édesapám mondta, ugye ez szék ugye a mezőségen van, Sóbányáiról volt híres valamikor, szikes talaja van, alig terem, ezért kényszerültek a férfiak is, nők is. Tehát széken az első gazda sem, akinek a legtöbb földje volt, az sem tudott abból igazából megélni. Ő sem evett jobb ételt, vagy nagyobb szalonnát a mezőn, mint a napszámosai, akiket elvitt segíteni magának, mert nem futotta belőle. Tehát víz nincs, nem lehet locsolni, a termőföldként szinte szóba sem jöhet. De mégis ragaszkodtak ez a földhöz a székiek, bárhol elmentek dolgozni, mindig hazavitték a pénzt, és otthon építkeztek, otthon gyarapodtak. Vándorforrásra visszatér, édesapám mondta, hogy minden évben azzal kezdődött, hogy kibudjant egy vízér valahol, és gyorsan leástunk, azt hittük, hogy ott valami forrás bugyog, de hát nem volt talajvíz, az talajvíz volt, és ihatatlan volt a szék egész területén az összes víz, de megitták az emberek, mert nem volt mit inni. Bár volt Székelyföldön elég sok ásványvíz, de az nem jutott székre, hanem az a tengerpartra inkább. Azt itták az emberek, néha még esővizet is. Tény annyira, aki tudja, hogy szájból mosakodni egy szájvízzel, szóval ott voltak ilyen dolgok. Az állatokat is esővízzel próbálták itatni, és főleg aszályos időben egyáltalán. Na és édesapám mondta, hogy ne ássanak az emberek. Édesapám erdész volt, ismerte a talajt, a fákat, a természetet, és mindig mondta az embereknek, hogy ne ássatok, mert ez talajvíz. Hogy nálunk, de ez forrás. Nem, nálunk nincsenek források. Nálunk vándorforrások vannak, ha már forrást akartok, az vándorforrás. Tehát az azt jelenti, hogy egy évben leástak, egy hónapig volt víz, következő évben kiszáradt, ástak le 5 méterre vagy 100 méterrel arrébb, az ugyanúgy lehet egy hét múlva eltűnt. Szóval inkább csak lestek. De ez a vándorforrás. A másik dolog a hagyományok, hát azért ott, hogy is mondjam, ugye a 90-es évektől errefelé, szétszélett a nép, megszűntek az otthoni munkahelyek, és szanaszét kerültek a világba a székiek is, a mesterségükkel. Aztán így felbomlott a közösség, havonta vagy két hetente járnak haza, és ha nincsenek mindig otthon, akkor nincs ilyen, hogy mindig széken, polgári estéken, kedden, csütörtökön és vasárnap, ezeket hívták polgári estéknek, ilyenkor lehetett udvarolni a lányoknak, és ilyenkor voltak a táncszázak. Igen, nem, de nem voltak már otthon a fiatalok. Ez lassan-lassan abban maradt. Igen, nem, de nagyon felgyűjtötték széket ilyen szempontból is. És ha most éppen ott nem muzsikálják a székit, akkor lehet, hogy 1000 kilométerrel odébb. Tehát... Vagy pedig itt most este nekünk, mert hogy a muzsikus barátaink bizony széki zenét fognak nekünk játszani. Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt lehettünk mindannyian. Az időnk az véges és lejár. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szép könyvek estje volt ez a mai, mert mind Belbecsében, mind Külcsinében négy nagyon-nagyon szép könyvet foghattunk a kezünkbe, hiszen itt a novellás kötet, a verses kötet gazdagon illusztrálva van, akár csak a mesekönyv, és hát azért
a verses kötet is impozáns, úgyhogy itt teljes mértékben a szemet és lelket gyönyörködtető és megnyugtató, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy tápláló könyveket mutattunk be, könyvekről beszélgettünk. Köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett és közreműködött, az író vendégeknek, színművész barátainknak, az MMA-nak, hogy lehetővé tette ezt a bemutatkozást és ezt a rendezvényt, és muzsikus barátainknak nem különben, és azt kívánom, hogy mielőtt kimegyünk abba a rettenetes melegbe, ami vár ránk kint, még itt a hűsbe élvezzük a széki muzsikát. Leiszállnak, feliszállnak a fecskék. Jaj, de busant elnek tőlem az esték. Este, meglátnád a busz szívemet lefestve. El is mennék én hozzátok egy este, haj az anyád a kapuban nem le. De az anyád olyan huncut menyecske, hogy meghallgatta, mit beszéltünk az este. De az anyád olyan huncut menyecske, meghallgatta, mit beszéltünk az este. Mert részeges, barnát vegyél, az lesz a jó, az lesz az ölelni való. Barnát vegyél, az lesz a jó, az lesz az ölelni való.